Sziasztok, sziasztok, szép estéket, Guttenebben, ismét itt egy jó kis hárt hétfő. A mai nap úgy néz ki, hogy egyedül fogok menni, vagy lehet, hogy Murphy beugrik, ezt most nem tudom egyelőre, de lényegesen sem Gregorszán, sem pedig Andors nem fog tudni csatlakozni az őrülethez. Egy picikét rövidebb lesz ez a mai nap szerintem, mint a szokásos. Na, mindegy, nézzük, hogy mi is lesz. Ugye ott hagytuk abban a napot, hogy ugye Gergő épp egy tajgával menetelt ezerrel, és egy picit elakadt valahol, úgy emlékszem. Úgyhogy én azt szerintem azt először helyre teszem, aztán pedig egy kicsit érdekesebb dolgot gondoltam ki, ugyanis van egy White Western Star a Quarry-ban, és van egy elakadt Longlock szállítmányom. És arra gondoltam, hogy meg lenne csinálni azt, hogy picikét megalapozzuk ezt a Longlock szállítmányt, egyrészt, hogy egybe le lehessen tudni az egész longlogolás, és felejthessük el a francba a longlogolás most már itt a teljes további üzemre. Még médium longlogolás azért az sajnos van, azt látják, de nem tudjuk ezt megúszni, sajnos a franc, aki megeszi, kell menni a kvarriba össze-vissza, nem tudom mit csinálni, mindegy ez van, de ez legalább rövidebb távú, viszont a longlogolás át kell venni a kvarriból, az innagorul a szomilbe, hát az valami halál. Szóval ezt előkészítem, aztán szerintem kevény is leszek, illetve még az Oil Rig Restoration-nek szerintem innen el fog vinni egy shipwrecket oda a Reeling Side-ba, ha már ott vagyok ezzel a White Western Star-ral. Úgyhogy ugorjunk is vissza. Mégpedig visszaugrunk, nem ebbe a szépen felfeleztett Dan-ba, hanem azt csináljuk, hogy itt van ez a tajga, amiben nincsen sok benzin. Hogy a franc, aki megeszi? Itt ezzel a targával valahogy itt el kell jönni arra fele és ide-vissza. Úgyhogy ezt fogom most megpróbálni első kanyarban. Drukkoljatok, félek attól, hogy ide kelleni fog. Hát ha már ebbe az ívbe kezdem meg, az már nem szép. Na, szépen lassan észre megyünk. Észre és két metal beammel. Fényviszonyok, hát nem a legjobbak. Most. Itt tényleg le. Vagy azt ott kellett volna, vagy hol kellett volna menni ide? Oké, my friend. Akkor lehet, hogy ott kellett, de ott biztos nem megyek le. Az garantált, hogy ott nem megyek le. Oké, rendben. Félek tőle, hogy ez az ötlet már ott fog elakadni, hogy a benyából nem fogom tudni ezt megoldani. Illetve egy ötletem most hirtelenjében van. De megpróbáljuk azt megcsinálni, hogy... lekatapultálunk. Úgy, így. Mégpedig azzal a megoldással, hogy... hülye, nem ezzel, hanem azzal, hogy... ezt a biztonsági vincset bekötjük ebbe a nagy fába oda. És... ez akkorát fog borulni mindjárt, mint az istennyila. De még nem most. Ez megvan? Ez erős. Jó, köszönöm még egyszer. Közben ott a winch pont az, amit elengedődött itt, azt hiszem. Nem, igazából abban nagyobba szeretném őszintén szóval befogni, abban a nagyobb fába. Ha őt bizony, ide, oda bizony. Jaj. Jó. Ez itt egy market megér. Na jó, menjünk. Hogy?
Ez az. Most akkor itt befélkeződünk szépen. És hát figyeljetek, én azt mondom, hogy ezt most itt elengedem. Viszont a másik vincset, lehet, hogy túlparás vagyok, de én ezt nem merem is neki megoldani így. Hop, 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 hop. Úgy. Mi volt itt? Lendület meg volt. Ez a lényeg, szuper. Akkor most menjünk tovább, ameddig vissza a gravitáció. Ugyanis ugye sok benyánk itt nincsen sajnos, és nem is lesz. Az a nagyobbik baj, nem is lesz. Merre kell itt menni? Hogy jó? Hogy ne, jó barátom? Persze, világos. Ezt most be kell fordítani ide, mert különben most lemondhatok el az egész rakományról. Úgy bizony, úgy. És hát akkor ezt szerintem meg kell tovább fejteni. Jó, akkor ezt most végigkörzözzük ezt az egész sztorit megint. Adunk neki egy ívet, hogy tudja menni a körző. Úgy, megindul. Visszük. Istenit. És itt fa sincs, meg semmi nincs itt már. És az a baj, hogy ez lesz az a pont, ahol lassan nekem le kell menni a folyóba, mert egyszerűen annyira nem jó a terep, hogy nagyon. You know fucking what? Én most lementem a folyóba, srácok. Különben bebicskázok. Avaszt, figyeld, avaszt! Szerintem nagyon is ez avaszt volt. De mindegy, akkor FPS droppom volt, hogy hűha. Nem néz ki jól! Nem néz ki jól! Oké, ja. Ja, nem, előre akarok menni igazából. Ez jó lesz itt, úgy. Szia! Ez egy minden evőfa, szuper! Igen. Aha, ez még nem az. Itt át kellett volna menni valahogy. Jó, oké. Keine Panik, csak ezt abszolválni kellettem tudni, elvileg így. Oké. You know what?
És ugye mekkora jóság az, hogy itt igazából egy snorkelem? Na, akkor... Aha, ő? Vajon? Aha, jó, akkor lehet, hogy ki tudjuk minket minden. Mószak picikét. But you know what? Aha. Inkább hagyni kéne frontba és előrefele megoldani ezt. Na most itt az van, hogy előrefele, szóval nincsen semmi. De hát van az. Hát akkor menjünk akkor előre. Nem. Nem borulunk föl. Nem borulunk föl. Nem. Ez nem. 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 Mi most itt nem borulunk föl. Kész. Nem borulunk föl. Kész. Ennyi. Figyeled? Mit mondtam? Nem borulunk föl. Kész. Jó lesz ez, jó lesz ez, nagyon jó lesz.
Hát igen. Így nem biztos, hogy ki fogunk jutni. Vajon mi az, ami annyira be van akadva? Jó. Ide majd egy kis krokodillal szerintem el fogunk jönni. Hogy a pistában? Igen, nyilván. Jó, akkor azt fogjuk csinálni, hogy Start Engine Refuel. Jó, oké. Okay. Ledobjuk ezt a maintenance-t, mert ő neki most sok haszna nekünk nincsen éppen. És szépen a krokival bemegyünk oda a mocsárba, aztán kiúzzuk onnan ezt a szerencsétlen. Vagy most nem kiúzzuk, megtankoljuk. Aztán szerintem lepakolom a metrabémeket és kijövök, csak simán az kész. Ha majd csigrut elbaszcsizni. Legalább valami haszna legyen a dolognak. Nem is meg kell tankolni a Taigát, úgyhogy... Na nézzük akkor erre. 2, 3, 4, 5, 6. Lehet, hogy akarom kihúzni, nem tudom. Megkiderül. Egészségedekre. Ha jól emlékszem, itt volt az egyébként, amikor folyamatosan liftezni kellett, vagy tarzanozni, hogy át is jön az ember. Azaz. De ebből mi kimászunk, és miért mászunk ki ebből? Mert egy krokodil. Alligátor, ugye? Egyrészt, mert egy alligátor, mert tele van varázsfával ez a hely. Autóban nem kell izelni itten lóval szenvedni. Nem neki refuelt. Nem biztos, hogy ezt annyira ültetni kell. Viszont az az én elgondolásom itten errefele, hogy ez is mondjuk nem kéne megborulni. Ez egy jó ötlet. Körülményektől függetlenül. Igen. Hát errefele tolatni nem az, amit annyira szeret az ember. Mindegy, elhúzzuk a krokodilt az útból, ez a lényeg, aztán... És meg is vagyunk, jó? Engine-t leállítjuk. És ha már barmok voltunk, akkor kihúzzuk magunkat a Bentley-ből. Azt mondja, hogy Ampere Cargo. Kicsit... Ja, Start Engine-es, akkor meg darúzgatunk egy jó izőt. És
azt csináljuk, hogy... És ki, amelyik azt kitesszük ide oldalra. Úgy... Oda letesszük. Aztán meg nem kell indulni. Jobb, ez mi így már? De ez még nem lett így jobb. Mondjuk az Anchor, te vissza szívom, az mondjuk lehet, hogy segít. És akkor picit megpróbáljuk elvincselni magunkat innen. Aha. Aha. Úgy. De még azért nem. Igen. Jó. Akkor ezt nem így csináljuk, hanem szépen kipakolom mindent a francba. Felemeljük, kipakoljuk, letesszük, imádkozunk, anyázunk, és egyebek. Hát, mi van, művész úr? Ez itt... Ugye nem glitcheltük be? Na, ugye, hogy nem? Na, ugye, hogy nem? Ja. Krényt visszapakoljuk. És akkor nézzük. Most se tudunk elindulni, ez itt nagyon jó. Elkezdem magát kivontatni. Ja, következő trélert is ledobjuk. Hogy ne vigye el a... Az egy érdekes achievement volt. Ja. Mr. Crane, és nézzük meg, mit tud a tajga önerőből. Hát beakadni, de szíven beakadni, azt tud. De itt valami egyébként komolyabb baj van, mert... Ó, ez az hátrafele megy. És akkor is kijövünk innen. Hát nem biztos, de én akkor szeretnék kijönni, nem maradjunk annyiba. A többi darúval megoldom, az többi nem érdekel. Hát ez az. Így bizony. Jó. Most jön akkor az, hogy? És kidarozzuk magunkat. Ugye, az. Most nem az van, hogy ötös pótnak sikerült beglitchelődni valahova, ugye? Ah, ez így nem is rossz. Azért ez ott volt. You know what? Ha ez felemel az én buksimra. Ja, és nem az az Evil Darunak. Ah, jó, bocsánat. A probléma az ez. Ugye? Ezzel nem fordul arra a daru, mert másfelre fordítottam be. Jaj.
Csúj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 
Na, hát ezt a problémát sokféle módon meg lehet oldani, nem így kell, de sokféle módon meg lehet. A Darut átküldjük erre az oldalra, mert így jobb a picit az egyensúlyom. Nem kell félni, nem sokkal. Pa. Pa, 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 pa. Ja igen, ez van. You know what? Nem. De ez mi az, ezt meg se tudom mozdítani? Ne játszunk már ilyen gyerekek. Ugye, hogy megtudjuk? Át akarom tenni ide előre, ide elején, ide a hegyre. Mert innen már, ha átmentem ezen a szerencsétlen helyen itten, már tudom venni. Úgy, én ezt fölemelem. Mert csak ennél nem tudom pakolni. Szóval. Nagyon jó. Fújj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 
You know what? Én ezt így átiszom a reggyenként, aztán kész. Ezt majd visszajövök ezért. Azért a pótér, majd visszajövök, nem érdekes. Így. Valahogy így. Jó, ezért az enköröket most nem behúzok, mert eddig nem igazán sikerült miattuk közlekedni jól.
meg azt fogjuk csinálni. Szerintem ez egyébként így nem is rossz. You know what? Ne. Fölbontatjuk ezt az ötös most már. Fűha. Ajajajaj. Azt figyeled, azt mindjárt megborít. Azt mindjárt megmondom. Azt tényleg megborít, hallod? Ja. Arra gondolom, hogy most fölveszem ezt a Metal Beam-et itten így. Így is. És meg kiegyensúlyozom magam egy picit vele. Úgy, és akkor megyünk előre, az enkölt ezt visszavesszük. Jó, és akkor most úgy megyünk, hogy... Most akkor. Húzzuk ki. Mit a vizenát? Nem is menni tök mindegy. FPS dropok vannak, valami nem tudom, mi történik, mindegy. Jön ez, nem akarja, de jön. Mit találkozom Mohásnál? Nem. Ott volt valami genye benne víz alatt. Na, esetleg talán kijön? Ott van benne valami víz alatt egyébként, abba be van akadva szerintem.
Most jobb ötletem nincs. Most magamat húzom erre folyamatosan. Csináljuk azt, hogy kívek. Vagy. Vagy azt sem fogom magam. És egy picit más íbből akasztom meg. Ebből már én is tök jobban haladni talán. Nem. Hát, jó. You know what? Megpróbáljuk azt, hogy oda még megpróbálom kihúzni a seggét. Aztán valahogy szerencsétlenkedem majd ideig, de egyre kihúzom a seggét. Vagy az oldalát, vagy valamilyen egyéb szervét, amit talán van esélyem onnan megmenteni. Pácska. Nézzük meg. Merész, nem? Merész. Derék. Hátra sem merek nézni, tehát hogy nem is jön. Jó, oké. Okay. Jöttem, hogy én sem tudok megmozdulni. Aha, az jó, igen. Jó, igen. Hogy? Ez nem is annyira rossz. Mert miért? Mert ezt már be tudjuk akasztani oda. Jó gyerekek, az ötös put az onnan kijön idővel. Nem már! Jó. És akkor menjünk szépen. Na, most talán. De ez jó, mert igazából nem jut még ki. Na, elvtársak, kihúztuk. Hogy kiúztok bizony, kaptok ti is fényt, ha már én nem látok semmilyen tilásotok. Ja. Jó, szuper. Egy ötös póttal egyébként majd átkelni a folyón, azért ez még roncsi lesz.
De most van valami hang? Aha, elvileg igen, csak ez most vacak, mert ez a webkamera... Ezért... Na, a helyzet az alábbi. Picit lejjebb eszem, mert tényleg a kicsit nagy a szint. Jó. Tehát a helyzet az alábbi. Sokat nem vesztettetek egyébként a zenében, meg kell mondanom, amit tettem, hogy nem tudtam dumálni. Szóval az van, hogy úgy tűnik, hogy az Nvidia Broadcast az, amikor éppen rájön, szépen kirívja a mikrofonomat. Nem tudom miért. Múltkor is ez volt. Most is egyébként stream előtt elkezdtem nézni, belőttem a hangot, és így lehet, hogy mire stream volt, addigra már meg is adta magát. Lényeg annyi egyébként, hogy volt egy-két NFP-s drop most a izé közben, most a stream közben, és így lehet, hogy az ez volt. Na, tessék már VD-be menni, barátom. Nagyszerű. Na mindegy, a lényeg az, hogy összefoglalja. Megindultam a talgával, aztán beleborítottam majdnem a folyóba. Azt rejtem, hogy elakadtam a folyóba tulajdonképpen, hogy kipakoltam róla szépen mindent, és seggel lefele sikerült a pótot leszállítani. Ettől nem szeretem kitennem a folyó mellé, hogy legalább ne legyen sok baja. Viszont még oda van, hogy meg kell pakolni, menni kell vele. Na de most viszont nézzük, mit csinálok itt. Tehát először visszaviszem ezt a szerencsétlen offloader, és aztán pedig fogom magam, itt felkapkodok, itt körülbelül egy ötös pótot, meg némi benyát, elvileg itt van benya, elvileg benya. Aztán azzal lemegyek, megtankolom ezt a szerencsétlen azovot és társait, de lehet, hogy a VBS-ből tankolom, én nem tudom, fogalm nincs, nem is érdekel annyira. Lényeg az, hogy főjussanak idáig, a Logstation-ek. Ide felhozom őket. Aztán megyek tovább a VVS-sel, megtankolva ide szépen a hajóhoz, ahol egy oversize kargót fog fölcsatolni. És újra tankolom ebből a Scarfield kerületéből. Na, menjünk. Ám de először most fogom magam, és szépen bevincselem azt a szerencsét látott mögötte. Ó, őt bizony. Gyere papához. Úgy. Azt mondja, hogy nektek van fogni, nem látok semmit. Wait a minute. Ebben van még bármi? Jól egyébként. Na, te meg maradsz. Semmi, ez már... Várj, mennyi volt ebbe? 2000 literes volt. Ez kevés. Ez nem jó. Ha nem finomból van. Na, menjünk. Na, szóval elvtársak. Járunk egy kicsit. Na jó. És mi az anyád Isten, itt van már megint? Ja, hát igen, papa, ez bátor, de hát megnézzük, hogy fog működni, mert eddig az ilyen gyönyörűen megtervezett akciók, azok általában ilyen nagyon látványos streameket eredményeztek, nem a pozitív értelemben. Oly, jó felmények egyáltalán? Igen. Na, szóval, hát igen, nem volt túl sikeres az előző közel egy óra. Ám, de látványos volt. Na nézzük. Nem emlékszem ezek az utakra egyébként, az van. Talán jobb is, ugye? Szóval 2, 300 van ebbe a VVS-be. Jó. Elsőre ez nem annyira rossz. Kis lejtő fölfele megyünk. Aha. Na, itt most kell lassan és ésszel, mert hogy itt a kövek szétzabálják a mindenét a járműnek. Döc. Ezt még nem takarítja meg nem valaki, nem tudom, mindegy. A kövi waypoint. Egyébként, ha majd kireggelik, akkor visszalök a tajgába, és megpróbálom megmenteni azt a helyzetet. Hát ezt megmentettem már, csak emelgetni kell a szerencsétlen ötös pótot, megfordítani, visszapakolni a metrábimet, átmenni a folyón. Az még azért jó lesz. Aztán... igen. Munkakacagás. Röviden tömören.
itt jó kis lukakon vészelt az út. Na nem baj. Bájtesztem, aztán elvileg ezt tudja. Csod nélkül. Gyerünk már. Na ugye. Menjünk gyerekek, menjünk, csak tudjunk haladni. Nem a már pitbe megyünk benne, hanem a szélén elvtársak. Ezért van. Jó. Na, igen. Mindjárt kijutunk belőle. Azért itt a VBS-ben nem a legerősebb motor raktam be, úgy egyébként hozzáteszem. My bad. Itt azért van egy kidőlésszögünk. Nem mindegy, ezt abszolváljuk szerintem. Hardware-ből. Vagy csak egyenesen átmegyünk a fákon, ez kész. Úgy, mondjuk ezen nem. Úgy. És még jön utánunk a vontatványunk is. Ez már inkább meglep, de jó. Uff. Majd levegő, aztán megyünk. Úgy, hogy kis több nyomaték bele, aztán fölmászik ez itt bőven. Gazdagon és vastagon. Úgy, hogy... Igen. Legromcsibb ez ebben a kis májátodban közlekedni itt, amit még akár keréknyom is lehetne, de egyébként nem az. Inkább csak kibillen, mint hogy kordába tartana. Úgy. Na szóval. Tényleg jobbra megyünk? Ó, és nem. Nyilván nem. Olvasd meg neki Cyrilt, mert én nem. Szervizhub. De erre kellett volna menni. De jó. Tudtam, hogy valahol nem balra kell menni jobbra. You know what? Leakasztjuk szerencsétlen tesztet. Megfordulunk nyugodtan. És sikerült láncos gumival jönnem? Ó, de profi. Na, ez volt ez a BVS, amit csak a benya miatt hoztam ide be. És hát a felszerelés is olyan. A láncos gumi egyébként nem rossz madban. Meg talán a BVS-en nincs is más. Lehet. Nem hülyeség, lehet. Elhaladunk ide aztán. Hogy. Na gyere velem. Gyere velem kiskomám, gyere. Jó. Bevisszük, letesszük, kapunk itt a pénzt, meg lóvét, meg mindent. De aztán azért jó lesz nélküle. Szia Murphy! Szalút, szalút! Szerintem már nem sokára abbagyom ezt a mai napot egyébként hozzáteszem. Azt a tankolás meccsem körülbelül aztán annyi. Ez jó hosszú nap volt, Murphy. Az jó hosszú nap volt akkor. Tessék meg kis sebességet is csinálni, jó. Egy bisschen speed, bittesön. És kész. Köszike. 5000 lovetta. Nincs volt olyan rossz. Nem is olyan rossz elvtársak 5000 lovetta. Hát megérte lehozni. Ez, Murphy, ezt is te tankoltad meg egyébként, ezt hadd tegyem hozzá itt a nézőknek. A pontos a kedvér. És itt is van egy kis benya. Ez nagyon jó. Úgyhogy élek is a lehetőséggel. Egyrészt kérek refuelt. Nyom, köszönöm szépen. Másrészt picit kivontatjuk ezt innen. Igen, mert nem az szól. Ugyanis valamitől megadta magát a szerintem az Nvidia Broadcast egy picikét most itt hülye. A webkamerának a mixje szól. Igen. Hát most ez van, nem ez volt a terv, de az első 40 percben nem is volt hang egyébként, csak valamelyik izénél elment, valamelyik ilyen FPS dropnál, mert voltak ilyen random FPS dropok, és így nagyon jó volt.
Na nézzük csak, tehát itt van Benya, Scout Flagbert és egy Gooseneck. Most én ezt a Gooseneck-et nem fogom felkötni, viszont hát én ezt a Benyát viszont itt hagyom inkább. Nem hagyom, hogy kihúzom ide az ég, ide a kereteződésig. Na, rendelem-e mindeznek? Jó. Jó, ennyi volt. Valaki erre a legközelebb akkor tud zabikolni. És persze lesz annyi, és ez egy nehézében lenne. Mondjad, mi az indiszkrét kérdésed? Nem. Ezen a mute kapcsolót nem nyomtam meg. Ezt az előbb részleteztem pont, mert ugye ez volt a VVS, amit áthoztam, csak ezért Benyát áthozzam belőle. És ezért nem is szereltem át. Egyébként a VVS nem olyan rossz a láncos gumimádra, hozzá kell tegyem. De egyébként így én is elgondolkodtam rajta, hogy Na most amúgy VVS-en hozzáteszem, nem tudom, hogy van egyáltalán MAD kerék, mert szerintem nem biztos, hogy van. Ha ezzel védhetem a saját meg nem hozott döntésemet. És hogy lássák tényleg mindenki sért. Ez így van, Murphy, valóban csak a jégen segít, viszont az a helyzet, hogyha jól emlékszem, a VVS-en maximum all-terrain gumit tudsz föltenni. Most a láncos gumi, meg gyakorlatilag egy all-terrain gumi. Igen. Ezt azt mondom, hogy a VVS-re nincs is más. Úgyhogy ilyen szinten a VVS-re hullam mindegy, hogy ez egy saras gumit teszek. Itt vagyok, és hiszem. De tök mindegy, hogy láncos gumit teszek, vagy pedig all-terrain gumit, mert egyik se jó. Tehát, hogy viszont ez van. Opa, sok lesz itt a fa. De akkor is megoldjuk. Bátran és ősiesen. Geronimo. Bang. Szép. Na, maintenance trailer megvan. Lehet, hogy kellene is fog, de nem baj. Ez itt mi? Mi az Úristen? Hogy ne akceptálnak, gyerek? Én nem akceptálnak. Pont én nem. Itt van az ötös pót, igen. És itt a fuel trailer, igen. Yeah. Oké, okay, let's go. Jöp. Gyere velem, kiskomám. Öcs. Attacs trailer. Kész. Na most teszem még egy kísérletet egyébként. Köszi, Murphy. Na, teszem még egy kísérletet. Un moment, szívó. Szóval igen. Szóval maradni fogok akkor ezek szerint a izé mellett, kamera mixi mellett, mert ez működik. Igen. Ja. Jó, akkor most ez, azt hiszem a sunset kamerát, mert ez az a éjszakai night vision-t az kikapcsolom. Na, és akkor a poén kedvéért mindjárt, hogyha FPS drop megint, és nem tudom, mi történik. Egy kis képregény, és így kész. Nem tudom, mindegy. Vajon merre innen legjobb kijutni? Minden a lényeg az, hogy fa legyen, és akkor ahol fa van, meg zöld, ott lehet vezetni. Megint FPS drop, hang elmegy, kormány reset, akkor megnézem, mi a bánat futhat még. És konkrétan semmi nem fut egyébként. Nem, SSD megy minden. És eddig ilyen nem volt, ez a legjobb. Na, tehát akkor most lemegyek. Úristenem, apám.
a legútvarabb helyen sikerült eljönnöm. Nagyon jó. Nem itt, hülye. Ezt. Mm. Igen, abszolút. Nekem úgy van egyébként, hogy van ASSD, arról fut a SnowRunner, van BSSD, azon megy a rögzítés. Úgyhogy még ilyen szinten sincs összeakadás. Meg mellette, mit tudom én, 32 GB, 5800X-es proci, tehát ezek nem szoktak gondot okozni általában. Tök jó. Hát SSD maga annyira alap egyébként is. Egyetlen egy hely van egyébként, ahol HD-t használok, vagy sima HD-t használok, az a renderelés, a utólag renderelés, amikor a videókat összevágom végül, ami felmegy YouTube-ra, mert ott ugye az idő az tök mindegy, mert hogy megcsinálom, aztán megy a render, köszönöm szépen, viszontlátás. Jó, Istenem, gyerekek. Hát maradunk lókuszba, tehát nem tudok mit csinálni most így. Hirtelen ennyibe. Na most... Ne horkoljál már te! Az Azovhoz, meg a Stephez, meg ezért megtankolom őket aztán. Aztán a DVS-re futok még egy kört, mert ugye föl kell venni vele az ötös pótot, és vele kell vinni a Logstation-be. Mert ugye annyi a trükk, hogy DVS most szépen megtankolja ezeket a szerencsétlen beragadt logolókat, mert most ugye itt az a probléma, hogy az Azov, meg a Step, meg a már nem is tudom micsoda jöttek, aztán elfogyott a benzinjük. Mi az, atya úristen, keresek én? Nagyon csodálatos eddig ez. Uh-huh. Ezt már imádom. Sima lóba tudok még menni, ló közben már nem. Ez egy élmény. Nem is a lényeg az, hogy ugye jött itt mindenki azért, hogy ugye tudjak egyet longlogolni. Na már most F-társak. Három darab longlogot kell leszállítani. Ez nagyon jó. Egyébként három longlogot leszettem, ez nagyon jó dolog. Viszont innen az Item Logstationből kell elszállítani azt a Cimnegorszki túloldalra. A búbánatos pék fürébe. Na most azt megcsinálni háromszor, ezeknek két anyja volt. Úgyhogy inkább az utat választottam, hogy akkor jó. Inkább csinálok egy szokmai kombolyt, ahol van egy darab hős padawan, aki visz legalább 6 darab logot. Van egy hős padawan, akin tényleg logos pótkocsi is van. És van még egy hős padawan, aki viszont csak daruzik. És ezek hárman szépen átszelik a fél világot. De meg mennyi már, édes úristenem, hát. Istenem. Igen. És a lényeg az, hogy most ezeket a szerencsétlenek ott vannak 180 méterre tőlem elakadva. Ezeket fogom most éppen megtankolni. És utána visszarok a tajgába leszállítani ezeket a metal beameket. A jóisten segedelmével, mert én most már nem tudok bízni komolyan. Azokat, amit eddig bénáztam ma. Ez a lényeg az, hogy leszálltam azokat a metal beameket, aztán a mai műszakot azt én ezennel tisztelettel zárom. Tisztelettel és halázattal zárom. A videót egyébként úgy fogom megcsinálni, hogy azt az első 40 percet, amikor amúgy se volt hangom, azt szerintem egy timelapse-ben így
és itt begyorsítom. Amúgy is azt a szenvedést végignézni még háttérzenével sem annyira üdítő. Ugye? Az már ott egy azor, látjátok? Egy azor, meg egy step. Mondjad, Murphy. Figyellek, figyellek. Persze, szóval nem vagyok annyira diszkoros, ezt meg könnyű, szintén tényleg nem. Jó, nekem is kell a benyed, az azoknak nagyon kell a benya. Ja, ezt jöttek meg, mert nem látom. Az a traktor, mi az úristen pég? Szóval miért van ott? Igen, igen, nem. Azoknak ugye nem megy most a motorja, mert minek menjen. Jaj Istenem. Jó, tankolás meg volt. Úgyhogy itt lekapcsoljuk az engine-t. Megyünk át Szimnegorszkba. Lőn. A tajga. Na, szóval persze, Murphy, majd megorganizálj. No, szóval most az van, hogy nem teljesen természetes az a látkép, amit fogadja az embert, mert hogy a tagjával így sikerült kivontatnom ezt a szerencsétlen. És mi a bajod? Mi a bajod, te gyökérzet? Istenem! Megbeszegedett új istőt, nem sikerül már itt. És figyeled, gumifa. Imádom egyszerűen a gumifákat. Oda vagyok, meg visszafelé is. Na most akkor ezt csináljuk, hogy az ötös pótot, azt annyira kivontatjuk ide, hogy majd arra rá tudja csatlakozni. Uh-huh. Murphy, normál esetben én az utolsó ember, aki ezt kétségbe vonna. Léven, hogy hányszor mentettem el meg az én életemet is. De jelen esetben valahogy nem a szívem csücske ez. Ez a gumifa, ami itt gumifázik. Na nézzük, be tudok-e csatlakoztatni? Be tudok-e csatlakozni ez alá, a hős ötös alá? Szerintem be fogok meg... Wow, man, wow. Kicsit reál. Mondhatom saját magamra, és akkor még jó is lesz. Na gyere! Gyere rá! Figyeld ezt a trükköt? Annyira jó volt! Ó! Hűha! Oké! Azért ez meg lett, mert nem tudom, hogy én nekem milyen moderációm bejött, vesz meg könyvkel őszintén. Nagyon nagyot nem varázsoltam vele. Na. Tűzsük meg, unodósul. Elhúzzuk ezt a metálbémet innen. Igen. Egyébként hozzáteszem, hogy ez volt az, amit a... És nem hiszem el, hallod. Illetve, de ezt már hiszem.
idegeljél már! Ne idegeljél már! Ennyi, ezt szerettem volna, és fogom magam, az földobom a halálba ide, oda. Úgy. Kinyújtom. Jóisten elő aztán. Pak, köszöntöm szépen, ennyi. Atya világ, hallod? Halál. Ne csinálom ennek, de nyomorok, mert látom, mert nem edzik innen. Olyan úristen, hogyan meg? Nem vagyok ideges, nem vagyok ideges, nem. Menni fog, Csoni, meg tudod csinálni, hiszek benned. Istenem, ez egy kis szálfa. Borzalmas. És megint fagyom, mert miért is ne? Úgy. Letesszük. Aztán kész. Jó, Istenem, hála jó Istenem. Nem, nem, nem. Én úgy akarok tudatni, egyrészt ezt a krént ezt visszatesszük. Másrészt pedig úgy akarok tudatni, hogy közben kanyarodok. Így valahogy, ja. És akkor megfordulok szépen itt erre. Itt a fák között amúgy jobb átjönni el, mint itt egyébként a sodrás pont erősebb egy picit. De nem baj, mi erősek vagyunk, tartom erős, csinál másikokat. Egyébként miért viszem én ezt? Te szemben. Nem. 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 Na ez lesz az, hogy megcsinálom majd. Borzalmas. Reaper Shoprista. Nem. Peer Recovery. Nem. Persze. Nem. Tajga ugye. Oily Restoration? Biztos, hogy nem. Uplink. Nem. Documentary film? Ez az Metal Delivery. És ezért szívunk. Ennyit? Erre is köszönöm, több benyát elszívtam, mint amennyit kapok érte. Na jó, mindegy, menjünk, 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 már bevállaltuk már. Megint egy jó perc. A mai nap a rendszer nagyon nem akarja. Megint FPS drop. Ezek a fagyások nem a streambe vannak, konkrétan nálam a gaméba. Nem tudom mitől. Na jól van.
Azt hogy érted, hogy a lap újratöltése, nem a map újratöltése? Just asking. Ja, de nem, itt nem, itt nem ez a desszink. Én nem, én most konkrétan arra gondoltam, hogy azt hittem a gémes desszinket sikerült megoldani. És nekem itt amikor itt akkor lehet, hogy én közben beszélek, tehát nekem a game fagyogat. Na mindegy, na most. Szóval én ezt eljutottam oda, akartam. Sokkal véresebben, mint hogy terveztem, de nem baj. Nézzük planningbe, hogy mi is ez. My boy. Na, szóval. Ez mi volt? Ez a Metal Delivery című történet. 9-es tajgával. Ez egy nagyon véres szájú küldetés volt. Meghozzáteszem, én voltam béna. Na nézzük. Ezt kizöldezzük jól. Tajga következő elrangja, micsoda? Drilling Equipment Delivery. Warehouse, egy oversize karkot el kell vinni az oil fieldbe. Tajgában. Ugyanerre vissza. A rohadt életbe. Ráadásul ez még lokkolva is van. Mi által van lokkolva? Nézzük csak. Mi a hatos? A Peer Recovery által. Kvari Konkrétszebb Cimnegorsk Broken Peer. Jó, a Voron most éppen ezt csinálja. Úgyhogy... jól van. Na, szóval hogy is néz ki a többi történet innentől? Jó, Istenem! Szóval azt kell csinálni, hogyha térképre nézek, hogy... Nézek is a térképre. Szóval azt kell csinálni, hogy Kvariban itt le kell vinni szépen ide a Broken Peer, ki is választom a küldetést egyébként, egy kicsit beszédesebb. Igen, ide. Tehát ide kell levinnem két darab konkrét szlebet, de most ez a két darab konkrét szleb, ez ott pihen már a Voronon, illetve a Voronon kvadsztekkelem a konkrét szlebet, mert ide is kell kettő darab belőle. Ez a Supply and Demand nevezető küldetésnél van így, csak addig még ugye meg kell csinálni a Drilling Equipment Deliverítést, de lényeg az, hogyha már ide lehozom mindent, akkor innen már könnyű lesz a történet legalább. Nem kell kétszer fordulni, és itt nincsen benne. Jó, nem mindegy, ez van. Szuperság. Nagyon jó. Megint akadás. Mindegy. Na szóval, ez lesz a jövő héten. Nézzünk rá a Voronra, hogy igazából hol is tartunk tulajdonképpen vele, mert ez szerint azért izgalmas. Úgy vagyunk vele, hogy a Voronnal így éppen most quadstackerünk. Egész jól állunk bennyel, igen, és most kezdem el quadstackerni majd a konkrét szlebeket, és szépen kijövök velük. Kettőt már lepakoltam egyébként fönt, de ez most ezt a négyet, amit viszek, ezt most minden négyet effektívan használnom is kell majd. Tevészen az egyik konkrészlet. Egyik. Mi az, hogy remove cargo? Ne szívassatok már, gyerekek, hagyjuk már békében ezt. Tessék, na most már lehet? Köszike. Kösz kis barátom. Tudom, hogy nincsen, nem érdeke. Nem auto. Loading platform. Azért van rajtam a daru. Mert ugye csak nem szívok el 150 liter, de 150 pénz így benyált ez alatt.
Na. Szépen ezt fölhányjuk. Úgy. Azt mondja, hogy pek. Hát meg édesanyád. Mondjuk. Esetleg talán. De jó, velem lehet beszélni. Úgy. Úgy. Ez idő egyébként ez a sideboard. Mármint, hogy úgy értem a pót. Jó, kicsit másszor be kell ezt látni, mert ez így teljesen haszontalan. Így már jobb egy fokkal. Uh-huh. Nem. Meg lesz ez időben, meg lesz a gyerekek, meg lesz ez. Na nézzük esetleg. Ak. Impossible. Nincs lehetetlen gyerek, csak tehetetlen. Jó, hát akkor... Jó. Istenem, hogy tudok ennyi gombon rosszul megnyomni egymást követően, hallod? Másik irányba kéne léptetni, az a baj. Úgy! Na nézzük! Ez nem akarja. Na mindegy, szóval... Hát így is. Nagyon köszönöm mindenkinek a kitartást. Hát ez komoly volt. Na, az nem a fülesen még fia volt egyébként. Rossz nézet. Na, szóval az nem a... nem a fülesen mégsé volt az sem, hanem annyi volt, hogy valamitől nekem... Igen, Andorom, köszönöm, de ezt ma már nem fogom megcsinálni. Na, szóval de valamitől nekem, amikor kilépek a StoreRunnerből Plemingre, vagy bármi más, akkor valahogy megváltozik ezzel a mikrofon hang. Fogalmam nincs miért, hogy fogalmam nincs, de megváltozik. Valószínűleg ennek a hatását érezhetünk most is. Na, szóval köszi, hogy voltatok. Hát én részem a mai napot ezt mentális egészségi okokból inkább abba hagyom. Na, de szóval jövő héten jövök. Majd hétfőn, akkor ugye Murphy írta, sajnos akkor nem leszel. De remélem azért tudom majd egy jó nézt szállítani a többiekkel. Úgyhogy szóval eddig is légy kövessetek Twitch-en, YouTube-on. Köszi a rengeteg sok lájkot. Csak így tovább, keep up the good work, légy szíves. Lesz-e Murphy? Nagyon jó, szuper, köszönöm. Jövő héten szuper. Oké, köszi. Jó, na, nagyon köszi, itt voltatok, sziasztok, jó éjszakát, jó pihenést.